Rózsa kapuban, Csontos Oros, Balassa Vörös, Tóth Péter Simon, Sipos Norbert, Molnár Balázs, Kuzmics Rihárd és Kovács Zsolt a kezdő 11-ben. Varga Zoltán véd, nem Sasa Stevanovic, Bank, Pintér, Jekül, Józsi Bőr, Picsák, Zámbó, Bajzát, Sütics és Koltai alkotják, tehát Egervári Sándor kezdő 11-jét. Megint megvan a labdaszerzés, és egy visszarántási kísérlet mehet tovább, Bölcsön tovább engedte a játékvezető, Bicsák lövi rá, kapu fölé! Ballal kapura küldte, jó 20-22 méterről, épp hogy kapu fölé ment a labda. Minden esetre az elmondható, hogy nagyon bekezdett a Győr. Remek kis lövés volt. Mindenki behúzódik középre, sem kiszöglet nem lesz, sem zavaró ember nincs ott. Nem ment oda, érdemes megnézni, hogy teljesen üres, mindenki behúzódik középre, általában az oda szokott állni valaki, hogy akadályozza a szögletet. 11 méterről. Igen, Molnár volt az, aki méltatlankodott, és verelt játékos társaival. Nem jön fel a bal hátvéd a támadással, nézett ki Molnár, és egy kicsit szemrehányó is volt. De Tóth Péter lecövekelt ott, viszont Bőr törbe a 16-oson belülre, Bőr! A nehezén már túl volt pedig. Hát az eredmény az kell, hogy mondjuk, hogy a látottak alapján hízelgő a Szombathelyre nézve, hiszen most már azért szép számmal voltak helyzetei a Győrt. Zámbó, Józsi, Bőr mutatja magát, Józsi azonban inkább Bajzátot választja. Megint Józsi, Supics kapja meg, jobb oldalon Bank, Koltait lehet megjátszani, szépen járatják meg a labdát a győriek, Koltai egyelőre beadni nem tudja, ezért jó, hogy jött Bank mellette, Józsi teszi tovább, Bajzát, Józsi, gólhelyzet, gyönyörű gól! Szenzációs a szép akció után, be a léc alá, 2-0 a győriek javára. És a vajban, hagyjuk erre. Egész támadás mintaszerű volt, szép egyérintős játék. Nagyszerűen kijátszotta ezt a helyzetet, és szerezte a gólt végül is a Győr Józsinak köszönhetően, meg persze az asszisztálóknak itt többek között Koltai, aztán az előre húzódó Bank. Lehet látni, hogy a védők nincsenek mozgásban, tehát az álló védők között ugye egyébként is előnye van a támadónak, hiszen a támadó mindig tudja, hova fog menni, ezt a védő nem tudhatja, ez egy alapelőny, de hogyha nincs is mozgásban... Bank! Bank emeli a 16-oson belőle, újabb lehetőség, és a fejes kapu mellé megy. Egymás után helyzetek, Bőr ütiveri a földet, mert hát a fejében maradt végül is a gól. Hát ő az, aki megelőzte a védőjét. Bank egyelőre teljesen széteső játékot produkál a haladás. Bajzát fordult le nagyon szépen Balassáról, aztán kapura lövi! Rózsa bravúrral! Több mint 30 méter volt szerintem a távolság. Önbizalomtól túlsan játszik igencsak a győri csapat. Szinte minden játékosa. Remek kis lövés. Igen, és szép védés. Erős volt. Ez eddig jó, és most már lassan lövőhelyzet is lesz belőle. Az első próbálkozás, Varga tolta ki oldalra a labdát. Ezek meg még egyszer a túloldali kameraállásból. Kovács Zsolt. Egy bodycheck, ezért akár lap is járhatna. Lehet, hogy utólag ki is osztja be, de csak nem akarja megakasztani a szombathelyiek támadását. Oros. Oros még mindig két ember mellett. Nagyon szépen csinálta. Szépen vitt el egy, majd két játékos mellett. Az áldozataivá vált Zámbó, illetve Pintér. És olyan vehemensen és olyan elánnal támad a Győr, hogy most életveszélyes lenne a védekezés kockáztatásával támadni. Újabb lehetőség! A kapuson már gyakorlatilag túljutott volna a labda, amikor Csontos vágta ki végül is a mezőnyjátékos a mezőnybe banklövését. Bajzát, ketten jönnek a túloldalon. Bőr visszateszi Bajzátnak, Bőr maga mögé kapta, ez egy nagyon jó döntés volt. Bajzát Jócsel jobban lő, és kapu mellé megy a labda. Itt gyönyörű volt, ahogy megcsinált ezt a cselt.
Bajzát, és aztán itt a lövése irányt változtat. Ami pedig az első félidő statisztikáját illeti, hát az, hogy is mondjam, pestiesen szólva brutális. A győrieknek 17 kapura lövése volt, ebből 6 talált el a kaput. A szombathelyiek kétszer próbálkoztak, igaz, mind a kettő kapura tartott, és 64-36 a labdabirtoklási arány. Bicsak elengedte, Pintér lövi be középre a labdát, Bőr érkezik, és ott a harmadik. Győr haladás 3-0. Nem vagyok róla teljesen meggyőződve, hogy ezt így akarták, de így lett a jó végül. Bajzához érkezett a passz, én úgy látom, hogy ő át akarta venni, hogy is. De Bőr dicséri, hogy nem állt ott meg mondván, hogy majd Bajzát megoldja, hanem továbbra is lendületben maradt, és így lett pontos neki is jó alapja. Számított arra, amire egyébként a védő nem. Pintér szerzi vissza, Balassa fejelt bele, és így lesz a jó Bőrnek, Bőr lövi! Lábbal tudott menteni Rózsa. Él, mint hal a vízben most a hazai csapat. Tessék megnézni, bocsánat, hogy mekkora elánnal és akarással játszik Bőr Zoltán. Kétszer annyit lőtt, mint a második legtöbbet kapura lövő játékos a győriek. Gyorsan nem lehetett indítani, Bajzát még le sem volt. Most jön a labda középre, Pintér fejelt, és a kapus Rózsa akadályozta meg a negyedik gólt. Nagyon távolodik Medétől, látszik vagyok, hogy sikerül-e megúsznia. Igen. Láthatóan a győriek élvezik a játékot, ez egy nagyon fontos dolog úgy játszani, hogy abban a játékban, ami egyébként nagyon-nagyon komoly játék, mint tudjuk a foci, de mégiscsak egy játék, hogy ezt élvezzék a játékosok, és ez megvan a győri csapatban. Tiago megint pompás labdát adott az ellenfélnek, Vicsaknak. Bajzát. Nincs les. Bőr kéri el. Hát ez egy rémálom, azt hiszem, ez a mérkőzés a haladás számára. Nagyon szépen játszott a tisztára magát. Hajdó Attilának meg kell nevezni a mezőny legjobbját. Nézzük azonban még Brunovic. Haj, picivel lejjebb megy. A meccs gólját lövi. Kapásból, futtából nagyon szépen. Igen, igen, jó is lehet majd látni, hogy kínálkozott a hosszú sorok. Brunovic próbálja lefutni a védőjét, sikerrel teszi, bejátsz a középre, és ott a negyedik, Bajzát. Itt ez egy tökéletes megoldás volt Brunovic részéről, és önzetlen, nagyon jól tempírozott passz a védő óra előtt. Rá kell futni a Bajzátnak, nem mögé jön. És így ő is feliratkozik a góllövő közé. Miért lettem csatár? Talán mert nem szerettem hátrafelé futni, nem szerettem védekezni. Meg amúgy is jobb nekem az ellenfél kapu előtt. Végül is gólt rúgni megyek ki a pályára. Kicsit ironikusan mondhatnám, hogy hazai formánkat azért hoztuk, hiszen nagyon gólgazdag és látványos játékkal tudunk kirukkolni hazai pályán. Én nagyon bízom benne, hogy egész héten ezt beszéltük, hogy ha vezetés megszerezik, akkor is előre kell menni egészen az utolsó percig. Én úgy érzem, hogy most azért saját magunk elé állítottunk egy mércét, amit hétvégén is elő kell hozni. A kérdés ugyanaz. Mi a különbsége között a Győr között, amely most látható volt a Magyar Kupában, és a bajnokságban mondjuk a Vasastól elszenvedett vereség után, vagy közben? Nagy. Mi az oka? Vannak okai. Ezt a kétarcúságunkat feltétlenül meg kell szüntetni. Ha 90 percen keresztül koncentrálunk és vállalkozunk így, ahogy ez a mai nap folyamán idegenben, akkor egész biztos, hogy nem fognak elmaradni az idegenbeli győzelmek sem. Nézzük ezt az elképesztő statisztikai táblázatot. 30 kapura lövése a győriek részéről, nem is emlékszem én ilyen mérkőzésre, ahol ennyire kirívó lett volna két csapat között a kapu veszélyeztetése. Kétszer próbálkozott a haladás, 30-ba 12 ment kapura győri részről, a haladásnál 2-ből 2, 71%-os labdabirtoklási arány, döbbenetes.